Hát ismét galériát avattunk, az őszi galéria kiállításon úgy gondoltuk, hogy festményeket fogunk kiállítani, és megkértük Csicsatka Juditot, hogy adja kölcsön a képeit, és hadd állítsuk ki ezeket. Ezeknek igaz, hogy nyári naplementés képek, tehát ilyen nagyon szép vöröses árnyalatúak, de akár az őszhöz is hasonlítható az ősz színeihez, és azért gondoltuk, hogy ez úgy talán az őszi időszakhoz jól menne, ha a képeket állítanánk ki. Hát a festmények megcsodálásán kívül ugye a gyerekek sok mindent hallhattak a festészetről, az egyes festészeti technikákról a Judittól, és tényleg nagyon sokféle olyan technikát is megmutatott, amit mi magunk is szoktunk a gyerekekkel próbálni, például levéllenyomat készítés, vagy akár festékfrecsentés. Úgyhogy kértük is a gyerekeket, hogy készítsenek különböző stílusú képeket, és ezeket majd a Juditnak is megmutatjuk, hogy a mi gyerekeink milyen technikával, milyen képeket tudnak készíteni az ő szintjükön. Ezek a festmények vízfestékkel készültek, de a vízfestéknek van kettő fajtája. Az egyik az, ami, ha vízzel összekeverjük a festéket, feloldódik, a másik fajtája pedig az, amikor a vízzel összekeverjük a festéket, utána már soha többet nem lehet lemosni. Ez az a fajta festék, és ezáltal a képek nagyon-nagyon hosszú ideig megmaradnak. Biztosan már ti is elkezdtetek talán festeni ilyen technika órán, jól tudom? Már is lesz ilyen óra, az nagyszerű, mert akkor én meg is mutatom nektek, hogy vannak ezek a különböző festékek. Lehet, hogy nektek másfajta van, lehet, hogy ilyen kis korongokon vannak ezek a festékek, de ugyanúgy működik, hogy fogunk egy kis vizet, bekeverjük a kis színt, amit éppen akarunk, hogy a képhez szükséges, és kikeverjük magunknak, hogy milyen színt fogunk használni. Nem tudom, hogy igazából művészi színnek lehet ezt nevezni. Én inkább hobbi szinten festek, legalábbis ezt én úgy nevezném. Bár nézőpont kérdése. Nem olyan régóta festek, talán 5-6 éve. Valamilyen szinten az alapokat megtanultam a iskolai évek során. Egyszer egy ajándékot szerettem volna készíteni egy nagyon kedves ismerősömnek, és kitaláltam, hogy festek neki egy képet, mert az igazából csak rólam szól, illetve ha ránéz, akkor én fogok az eszébe jutni. És ez úgy megtetszett az illetőnek is, nekem is, és ettől kezdve úgy egyet-egyet, hogyha volt szabadidőm, készítettem. Isten igazából nincs olyan tapasztalatom a gyerek tanítás terén, megpróbáltam az ő nyelvükön lefordítani azt, amit én annak idején kirakatrendezős dekoratőrnek készültem, illetve nem csak készültem, az az eredeti szakmám, csak átpártoltam a virágos szakmában, mert tulajdonképpen mindegyik összefügg egyik a másikával, a szép érzék, egy kicsit a manuális készsége az embernek valahol itt ki tud bontakozni. Imádom a narancs színeket, a naplementét, és ha egy mód van rá, akkor ezek úgy végigköszönnek a képeim közül. Sokan még viccelődnek is vele, hogy valószínű, hogy én egy ibrik vörös festéket beszereztem, és amíg ez el nem fogy, addig én narancssárgában látom a világot. Hát ez nem azért van, csupán nagyon szeretem a narancssárga színt. Ezek nagyon régi grafikáim, még a tanulmányaim során. Ilyen jellegűeket ritkán készítek, illetve ha készítek, akkor az a reklám szakmához kapcsolódóan, hogyha valakinek valamiféle olyan dolgot kell készítsek, ami látványos, vagy csak egyszerűen szép, ahhoz azért szoktam használni ilyen dolgokat. Hogyha a festéket egy kicsit vastagabb módon visszük föl a papírkára, akkor egy egészen rücskös, érdesebb felületet tudunk képezni. Ezt is, hogyha kezetekkel kicsit megszapogatjátok, érezni lehet, hogy nem sima. Még ez is sima, ez meg nem sima. Nem fog. Kedvéni nem fog. Ez már megszáradt, és nem fog. Na, érzitek, hogy mit oda rücskös. Úgy, megmutatom erre is. Úgyhogy ezzel nagyon sokféleképpen lehet játszani. Lehet sima felületet, rücsköset, és ezen belül meg még nagyon-nagyon sokfajta színű.